A magyar fiatalok számára is fontos a boldogulás, a boldoguláshoz pedig a fiataloknak is biztonságra és pozitív jövőképre van szüksége. Az Esély Otthon program, amit most indítunk el, az arról szól, hogy támogatást nyújtson a vidéken való letelepedéshez, a vidéken való munkavállaláshoz, a vidéken való családalapításhoz a magyar fiatalok számára. A mostani program, az Esély Otthon, arról szól, hogy esélyt adjunk, és otthon adjunk esélyt a magyar fiataloknak. Az Esély Otthon programnak köszönhetően a fiatalok esélyt kapnak arra, hogy vidéken, kis településeken alapítsanak családot, ott találjanak munkát, megélhetést, és ott lejjenek otthonra. Az Esély Otthon másfelől lehetőséget ad az önkormányzatoknak is, lehetőséget ad a vidéki településeknek is arra, esélyt ad a vidéki településeknek is arra, hogy vonzerőt jelentsenek a magyar fiatalok számára, és hogy konkrét intézkedéssel tudják segíteni a fiataloknak a vidéki településeken való letelepedését, otthonteremtését, munkavállalását. A felhívásnak a keretösszege 10 milliárd forint, ez tehát azt jelenti, hogy 10 milliárd forintot szánunk az Esély Otthonon keresztül arra, hogy a magyar fiatalok számára a vidéki letelepedésnek, a vidéki családalapításnak, a vidéki munkavállalásnak és a vidéki otthonteremtésnek az esélyét megadjuk. Magyarország erősödik, így a magyar fiatalok számára is egyre több támogatást tudunk biztosítani. A magyar kormány azért dolgozik, hogy azok a fiatalok, akik számára vonzó a vidéki falusi élet, vagy szeretnék az életüket ott folytatni és ott leélni, ahová születtek, ők megtalálják a számításukat, és lehetőségekhez jussanak. Bízunk abban, hogy sokan lesznek, akik boldogulásukat vidéken látják, vidéken találják meg. A kormány abban érdekelt, hogy a fiatalok döntésüket önállóan, de megfelelő támogatással hozzák meg. Olyan fiatalokat szeretnénk támogatni, akik döntéseket mernek hozni, jövőképüket a munka és a családalapítás határozza meg. Az Esély Otthon című pályázati felhívás az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében pedig ehhez kíván hozzájárulni.